Hát ez meghalt. Na, hát sziasztok és üdvözlök mindenkit újra egy újabb videóban, nem kellemes videóban. Ugyanis történt, hogy meghalt az egyik hangváltom. Vagyis hát feltételezem, hogy meghalt az egyik hangváltom, ugyanis az elmúlt pár napban arra lettem figyelmes, hogy a vezető oldali ajtóban a hangszóró, illetve a csipogó hol szól, hol nem. Egy idő után beugrott, minden fasza volt, megint beindítottam az autót, nem szólt, eltelt egy kis idő, beindult. Jézusom, most megint úgy süt a nap, hogy nem tudom, hogy üljek. Szóval, elhallgatott, bekapcsolt, akármi. Biztos tudjátok, nem tesz jót nyilván a hangtónak, de biztos tapasztaltátok már, hogy előfordul néha olyan, hogy a hangszóród akkor kapcsol be, amikor mit tudom, egy bizonyos hangerő fölé viszed. Na most nyilván ez gyárilag nem így kéne, hogy működjön, ez valami, nem tudom, érintkezés, vagy interferencia, vagy nem tudom, akármilyen gond lehet. Nálam is volt ilyen, hogy föltekertem, nem tudom, 13-asra, és bekapcsolt. Utána faszán működött, utána 1-es, 2-es, akárhány hangerőn is ment, viszont addig a pontig, amíg föl nem tekertem, nem kapcsolt be. Úgyhogy én nem szeretnék így élni, így nem lehet élni. Úgyhogy a mai részben gondoltam, hogy leszedem az ajtókárpitot, és megnézzük, hogy mi a fene van a hangváltóval. De csak, hogy érzékeltessem nektek, hogy mi ez a probléma. Mr. Fejegység, adunk neki gyújtást. Igen, mennyi nyomó az már bekapcsolt. És csak hogy szemléltessem, bemegyünk az, hol van equalizer, mező, ugye alap esetben így van beállítva, hogy középre van fókuszálva, tehát minden hangszóról szól. Most ugye itt oldalt tudom állítani, hogy éppen melyik oldalt szeretném hallgatni. Most hátrakom a sofőrre, és visszaadom a hangot. Igen, most lehet, hogy halljátok a zenét, de az onnan jön, az anyós oldalról. Viszont ha lehúzom a slidert, tehát most a vezető oldalnak kéne szólnia. És ha közelebb rakom a kamerát, nem szól semmi. Hátrakom az anyós oldalra. Ott minden fasza, illetve nyilván többin is. Tehát érzitek a problémát. Úgyhogy első körben el kellene távolítanom ezt a gyönyörűséges ajtókárpitot, és megnézni, hogy mi a fene van. Úgyhogy kezdjünk neki. Igen, szarok a klippek, de azt hiszem abból van tartalék a garázsból, úgyhogy ezt ki fogom cserélni. Na, srácok, itt látható, hogy a hangszóró és ő a hangváltónk. Na most ugye neki az lenne a feladata, hogy a magasat mélyet szétossza, és ezáltal tisztább hangzást adjon ki. Na most én próbáltam megmozgatni a kábeleket, hogy hát ha valami érintkezés gond lenne, de úgy látszik, hogy semmi. Igen, most a hangmező az úgy van beállítva, hogy a vezető oldal szóljon csak. Na most én szerintem neki fogok állni, kitekerem minden a csavarokat. Ugye látjátok, bekötni nagyon
nem bonyolult. Jó, a Twittert az kapásból nem lehet elbaszni. Amit össze tudsz cserélni, ez ugye maga a tápellátás, meg a nagy hangszóró, a mainek a bekötése. De az jól van bekötve. Úgyhogy első körben én ezt leoldom, és megnézem, hogy mit csinál. Na, srácok, kiszereltem a hangváltót. És az az érdekes, figyeljétek, ha most rárakom, ez most csak a nagy hangszóró. Most meg működik. És egyszerűen nem tudok rájönni, hogy a helyén miért nem működik. A kábelek mind jók, nincsenek megszakadva, nincsenek úgy vezetve, hogy eltörjenek, akármi. Úgyhogy egyszerűen nem tudok rájönni. És a csipogó ugyanez. Úgyhogy egyszerűen nem tudok rájönni. Ha mindegy, én nem szeretnék vele játszani. Lehet, hogy valamelyik tranzisztor vagy akármi kilazult, nem tudom. Vagy nem kap normálisan áramot, vagy én nem tudom, hogy mi baja lehet, mert ránézésre semmi nem látszik rajta, hogy meg lenne égve, vagy ki lenne lazulva, vagy akármi. És az az érdekes, hogy az anyós oldalnak semmi baja nincs. Pedig ugyanakkor építettem be, hogy másfél éve mind a kettőt. De szerencsére felhasználva youtuber ismeretségemet kaptam egyet Mr. Retromániától, amit egyébként MHV Tomi hozott el tőle, de nagyon szépen köszönöm Mr. Retromániának, Mr. MHV Tamásnak, mindenkinek a közreműködést, úgyhogy van egy másik hangváltom. Na, most hogy nézegetem ezt a hangváltót, kiszereltem újoncból, nem hagyott nyugodni a történet, és felvettem a kapcsolatot az Atotóval, hogy mi a fene történhetett, hogyha az egyik oldal működik, a másik meg nem. Mert mozogni nem mozog benne semmi, csak nyilván a csavarok, amiket kilazítottam. Úgyhogy az Atotó volt olyan jó fej, azt mondták, hogy nyugodjál meg, minden rendben van. Nyugodjál meg, minden rendben van, segítünk, ezért. Ahelyett, hogy küldtek volna egy hangváltót, azt mondták, hogy lesz, Sanyika, kapsz egy egész hangszórószettet. Úgyhogy kaptam egy hangszórószettet az Atotótól. Magát a hangszórókat és a csipogót nem fogom kicserélni, mert ugyanezek vannak újoncba, viszont meg fogom belőle kannibalizálni a hangváltót, és legalább lesz tartalékom. Úgyhogy igen, egy ugyanilyet fogok beépíteni. Nyilván Mr. Retromania hangváltóját megtartom tartalékba, nagyon szépen köszönöm még egyszer neki. És hát reméljük, hogy megoldódik a probléma. Na, megyek, kiszedem a dobozból, megkeresem ezt a kis cukorborsót, és beszerelem újoncba, és megnézzük, hogy javul-e valamit a helyzet. Na, menjünk ki! Na, oda néz! Very tuc-tuc! Na, jó van, nem zenélgetünk, mert a YouTube meg fog baszni. Kicseréltem a hangváltót, mint hallottátok, faszán szól. Ennyi elég is, mert tényleg meg fog vágni a YouTube. Úgyhogy az Atotónak köszönöm a hangváltót, megoldotta a problémát. Én gyorsan visszadobom az ajtókárpitot, mert jaj, nem nagyon kéne vele közlekedni. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, amint fölkerült a kárpit. Na és akkor most, hogy elvégben újra szól mind a négy hangszórom, úgy is ígértem nektek egy kis hangtesztet, hogy megmutassam, hogy a két mélynyomóval, illetve a komplet szettel együtt, hogy szól újonc belsejében a muzsika. Úgyhogy nézzük is meg! Remélem nem tiltja le a YouTube. Ha nem hallatok zenét, akkor ez azért van, mert nincs YouTube. Vagyis hát mert letiltotta a YouTube. Viszont én azt fogom csinálni, hogy biztonság kedvéért beindítom az autót.
Na nézzük. És csak 10-esig tekertem föl, és már remegett. Hát srácok, úgy érzem, hogy a következő művelet ez egy hangszigetelés lesz, mert 12-esen volt a hangerő, és hát igen, bőven menne még, de a 12-es is már olyan, aki szereti a basszust, annak jó, de ilyen mezei paraszt embernek, mint én, aki meg fog tőle süketülni, mondom ezt úgy, hogy régen hangnyomás versenyekre jártam, de teljesen mindegy, kell hangszigetelés, már csak a rezgés miatt is. De kurva jó szó. Kurva jó szó. Na, srácok, hát az Atotónak nagyon szépen köszönöm a segítséget, ugye jó pár szó már mondtam, hogy a customer supportjuk az egészen kiváló, és arra mondjuk pont nem gondoltam, hogy kérek egy hangváltót és elküldenek egy komplet hangszóró szettet. Őt megtartom tartalékba, Tivadar, hát ha még szeretne vele játszani egy picit, még lehet, hogy szétszedi ezt a tranzisztorokat, megnézi benne, vagy az ellenállást, vagy akármit, én aztán nem tudom, hogy működik egy hangváltó, nekem nem a hercek rá föl, hát bocsánat. Ugyanígy szeretném megköszönni Mr. Retromániának azért, hogy elküldte a hangváltót nekem. Az is mindenképpen jó, hogyha van tartalékban, illetve Tominak még egyszer, hogy elhozta. Nekem meg ez a hangszóró szett megmarad tartalékban. Hogyha esetleg szeretnétek ilyet vásárolni, akkor a linkjét lerakom a leírásba nektek. Az Atotótól meg tudjátok rendelni. Igen. Nem tudom, beépítsük a posjáratba. Nem tudom, majd még kitalálom. De mindenképpen nagyon szépen köszönöm, mindenképpen nagyon szépen, ezt jól megmondtam. Szóval, nagyon szépen köszönöm az Atotónak, hogy elküldték és ennyire kisegítettek. Hatalmas respekt. Nektek köszönöm a figyelmet. Ez csak egy ilyen, hát semmilyen videó nem volt, mert meg kellett csinálnom, gondoltam fölveszem. Ha tetszett, egy feliratkozás, lájkot megköszönök nektek. Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetekre, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, tudjátok, nagyon jó. És valamivel majd folytatjuk, vigyázzatok magatokra, ma még 14-5 fok van, jövő héttől meg jönnek a 7-8 fokok, úgyhogy megyek téli kereket vadászni majd. Na, vigyázzatok magatokra, találkozunk, sziasztok!